A híd története. Vermont egyik legismertebb és egyben legrejtélyesebb helyszíne az elátkozott híd. A híd, amely egy kis folyón ível át, a 19. század végén épült, hogy a közeli falvakat összekösse. Azonban már a kezdetektől fogva különös balszerencse és tragédiák övezték. Az építkezés során többen életüket vesztették a munkások közül. Egyes források szerint a híd alapjaiba temetették őket a gyors haladás érdekében. A helyiek úgy vélték, hogy a híd a tragédiák miatt elátkozott lett. Az első furcsa események az átadás után néhány éven belül történt. Az átkelőn számtalan baleset történt. Szekerek borultak le, emberek tűnt el nyomtalanul. Az eltűntek között volt Emily Smith is, akinek története máj kísérti a környéket. Egy helyi gazda család legkisebb gyermeke volt, és egész életét a közeli farmon töltötte. Kedves intelligens lányként ismerték, aki rajongott a természetért és a könyvekért. A családja szeretetteljes, ám szigorúan vallásos közösség volt, ami szigorú szabályokat diktált a fiatal lány számára. Emily életének nagy fordulópontja egy helyi bálon érkezett el, ahol megismerkedett Nathaniel Carterrel, egy utazó kereskedő fiával. A két fiatal egymásba szeretett, ám a kapcsolatukat a családjaik ellenezték. Nathaniel és Emily titokban találkoztak, és megesküdtek, hogy megszöknek a szülők ellenkezése dacára. Egy hűvös őszi estén Emily és Nathaniel az elátkozott hídnál találkoztak, hogy végrehajtsák tervüket. Azonban Emily soha nem érkezett meg a találkozóra. Aznap este nyoma veszett, mert és a híd körül csak a lány kendőjét találták meg. Nathaniel állította, hogy sikolyokat hallott a folyó felől, de senki sem hitt neki. Emily eltűnése után Nathaniel megtört, és néhány évvel később szintén nyomtalanul eltűnt. A paranormális jelenségek és legendák. Emily eltűnése után számtalan paranormális eseményt jelentettek a híd környékén. A helyiek arról számoltak be, hogy éjszakánként fehér ruhás nő alakot látnak a ködben, aki a folyó fölött lebeg. Mások furcsa hangokat, sikolyokat hallottak, vagy hirtelen hidegrázást éreztek, amikor áthaladtak a hídon. A hídhoz több legenda is kapcsolódik. Emily szelleme. A legelterjedtebb történet szerint Emily szelleme visszatért, hogy megkeresse Nathanielt, vagy bosszút álljon azokon, akik elválasztották őket. Egyesek szerint az építkezés során elhunyt munkások átkaül a hídon, és mindenkit elér, aki átlépi azt. Egy különös elmélet szerint a híd egyfajta időbeli anomália központja, ahol múlt és jelen összefonódik. A paranormális nyomozók többször is vizsgálták a helyszínt. Szellemfotózás során furcsa árnyékokat és fénypontokat észleltek. Az EVP elektronikus hangjelenségek elemzése során olyan suttogó hangokat rögzítettek, amelyek Emily nevét ismételgették. A helyi legenda szerint, ha valaki éjfélkor a híd közepén megáll és kimondja Emily nevét, kísérteties jelenéseket tapasztalhat. Manapság az elátkozott híd Vermont egyik legkülönlegesebb turisztikai látványosságává vált. A paranormális turizmus kedvelői rendszeresen látogatják a helyszínt, különösen Halloween környékén. A helyi önkormányzat több szellemturát is szervezett, amelyek során a látogatók megismerhetik a híd történetét és az Emilyhez kapcsolódó legendákat. Bár sokan szkeptikusak, mások esküsznek rá, hogy a hely valóban paranormális aktivitás központja. A turisták gyakran hoznak magukkal EMF mérőket és hőkamerákat, hogy saját paranormális észleléseket dokumentáljanak. Az elátkozott híd és Emily Smith története emlékeztet arra, hogy a múlt árnyai gyakran tovább élnek a jelenben, akár szellemek, akár legendák formájában. A híd egyszerre szimbolizálja az emberi tragédiát, a romantikus szerelmi történeteket és az ismeretlen iránti vonzalmunkat. Emily története arra hívja fel a figyelmet, hogy tiszteljük a múltat, és hogy a rejtélyek nem mindig oldhatók meg. A híd ma már nem csupán egy építmény, hanem a helyi kultúra és folklór része, amely generációkat inspirált és félemlített meg. Akár hiszünk a paranormális jelenségekben, akár nem, a híd története bizonyosan örök rejtély marad. Az elátkozott hidak és paranormális jelenségek számos történetben és legendában megjelennek, sokszor a helyi folklór részévé válva. Íme néhány híres híd, amelyekhez misztikus vagy paranormális történetek kapcsolódnak. Overtoon híd. Ez a híd Dumbarton közelében található, és a kutyák öngyilkossági hídjaként ismert. Több mint 50 kutya ugrott le a hídról, sokan megmagyarázhatatlan okból. A helyiek szerint a hídon paranormális energiák működnek, míg mások szerint a közeli víz vagy a vadon élő állatok vonzzák a kutyákat. Egyesek szerint a híd közelében élő szellemek vagy démoni erők okozzák a jelenséget. Stowe Lake Bridge, San Francisco, Utah, történet. A Golden Gate Parkban található hídnál egy nő szelleme kísért, akinek gyermeke állítólag a közeli tóba fulladt. A legenda szerint éjjelente a nő árnyalakja a gyermeke után kutat a híd közelében paranormális jelenség. Az éjjel arra járók hidegfoltokat, furcsa zajokat és időnként lebegő női alakot látnak. Clifton függőhíd Anglia. Történet. Ez a Bristoli híd a tragédiák helyszíne volt, több öngyilkosság történt itt az évek során. Egyesek szerint a hely szellemekkel van tele, akik a múltban lezajlott tragédiák miatt itt ragadtak. Paranormális jelenség. Helyi beszámolók szerint síró hangokat és furcsa fényeket látnak éjszakánként. A kőműves ördögi hídjai Európa. Történet. Európa szerte több híd kapta az ördög hídja nevet. Lekit Németországban a Rakocbrücke, Bulgáriában a Diavolski most. A legendák szerint ezeket az építményeket az ördög segítségével építették. Az építők alkut kötöttek az ördöggel, aki cserébe az első lélekért jött, aki átkelt a hídon. Misztikum. Sok hídhoz furcsa balesetek és paranormális jelenségek kapcsolódnak, például éjszakai zene vagy fények. Beckingham híd, Anglia. Történet. A helyiek szerint ezen a hídon egy szellemjáró jelenik meg éjfél után. A figura egy középkori lovagot ábrázol, aki a híd alatt elhunyt egy csatában. Paranormális jelenség. A híd közelében különösen hidegérzésről és sutogó hangokról számoltak be. Róma, Olaszország. Történet. A római hídhoz a helyiek egy középkori nő szellemének jelenlétét kötik, aki állítólag hűtlensége miatt ugrott a Tevere folyóba. Paranormális jelenség, holdfényes éjszakákon egy női árnyékot látnak a folyón, amely lassan eltűnik a híd környékén. Miért vonzzák a hidak a paranormális történeteket? Szimbolikus jelentőségük, a hidak az átmenet, a határok és az ismeretlen világok kapui lehetnek. Tragédiák helyszínei, sok híthoz halálesetek vagy drámai események kötődnek, amelyek szellemi jelenlétet idézhetnek elő. Izoláció. Az elhagyatott hidak gyakran sötét és nyomasztó légkört árasztanak, ami kedvez a misztikus történetek kialakulásának. A paranormális jelenségek története az emberi kultúra egyik legrégebbi eleme, amely az ősidőkig visszavezethető. Az ilyen jelenségek iránti érdeklődés alapvetően az ismeretlen iránti félelmünkből és kíváncsiságunkból fakad. Az alábbiakban részletezem, honnan erednek ezek a történetek, miért vonzanak minket, és hogy mi állhat mögöttük. Honnan erednek a paranormális történetek? Ősi hiedelmek és vallások. A paranormális jelenségek gyökerei sokszor ősi vallási hiedelmekben keresendők. A természet feletti erők, szellemek, démonok és istenek történetei az emberiség kezdetétől fogva részei a kultúrának. A halál utáni élet, a szellemek jelenléte vagy a túlvilági üzenetek megnyugvást vagy figyelmeztetést jelentettek az emberek számára. A kulturális hagyományok és folklór. Minden kultúrának megvannak a maga paranormális történetei. A kísértett históriák, vámpírok, boszorkányok és démonok legendái gyakran tanító célzattal születtek, például arra, hogy figyelmeztessék az embereket a veszélyekre vagy az erkölcsi normák betartására. Az olyan jelenségeket, mint a villámok, a betegségek vagy a halál, az emberek korábban természetfeletti okokkal magyarázták. Ezek a magyarázatok szájhagyomány útján maradtak fenn és alakultak paranormális történetekké. Miért vonzanak minket ezek a helyek és jelenségek? Ez az ismeretlen vonzereje az ismeretlen mindig is vonzotta az emberiséget. A paranormális helyszínek titokzatos atmoszférája és a velük kapcsolatos rejtélyek erősítik ezt a vonzerőt. Adrenalint kereső viselkedés. Az emberi pszichológia egyik érdekes aspektusa, hogy a félelmetes élmények izgalmat okoznak. A paranormális helyek látogatása vagy a történetek hallgatása a rettegés és az izgalom keverékét nyújtja. Közösségi élmény. Az ilyen jelenségek iránti érdeklődés gyakran csoportos tevékenységekhez kapcsolódik a szellemhistóriák mesélése, a kísértért a helyek meglátogatása közösségi élményt nyújt. Válaszkeresés az élet nagy kérdéseire. A halál utáni élet, a lélek létezése és a túlvilági kommunikáció lehetősége mélyen filozófiai és spirituális kérdések. Az ilyen helyek és történetek azt az érzést kelthetik, hogy van valami több az életnél. Mi állhat a paranormális jelenségek mögött? Tudományos magyarázatok, pszichológiai hatások, Pareidoli, az emberi agy hajlamos mintákat találni ott is, ahol nincsenek. Ezért látunk arcokat árnyékokban, vagy hallunk hangokat zajokban. Stressz és félelem. Magas stressz helyzetben az érzékszerveink túlérzékenyek lehetnek, ami illúziókat okozhat. Alvási paralízis. Sokan, akik szellemlátásról számolnak be, alvási paralízis áldozatai, ahol a test mozdulatlan, de az elme éber és halucinációkat tapasztalhat. Infraszonikus hangok, a rendkívül alacsony frekvenciájú hangok, például egy régi épület szerkezeti rezgései, kényelmetlen érzést, fejfájást vagy félelemérzetet kelthetnek. Hőmérséklet ingadozás, a hideg foltok vagy szellők, amelyeket szellemeknek tulajdonítanak, gyakran építészeti problémákra vezethetők vissza. Rossz megvilágítás, tükröződések vagy a szem alkalmazkodása a sötéthez olyan látomásokat eredményezhet, amelyeket természetfelettinek érzékelünk. Spirituális nézőpont. A paranormális jelenségek egyesek szerint bizonyítékot szolgáltatnak a halál utáni életre, vagy arra, hogy léteznek más dimenziók. A spirituális közösségek gyakran úgy vélik, hogy a szellemek bizonyos helyszíneken maradnak, ahol traumatikus esemény történt, és megpróbálnak kommunikálni az élőkkel. Vannak olyan dokumentált esetek, ahol a tanúk beszámolói, fényképek vagy videók valószerűen ábrázolnak paranormális jelenségeket. Ezek azonban ritkán állják ki a szigorú tudományos vizsgálatot. Sok történet szájhagyomány vagy félreértés eredménye. Az emberi fantázia, média és a horrorfilm kultúra gyakran felerősíti ezeket a történeteket. A paranormális jelenségek történetei alapvetően az emberi kíváncsiságra, félelemre és a misztikum iránti vágyra építenek. Bár a legtöbb eset tudományosan magyarázható, a természet világhoz való vonzódás sosem fog megszűnni. Az ilyen történetek nem csak félelmet keltenek, hanem elgondolkodtatnak az élet és a halál nagy kérdéseiről, miközben lehetőséget adnak a képzeletünk szabadon engedésére. A szellemek létezése egy rendkívül megosztó és vitatott kérdés, amelyre nincs egyértelmű tudományos bizonyíték. Az emberek évszázadok óta mesélnek szellemekről, és számos kultúrában léteznek történetek, hiedelmek és hagyományok, amelyek a szellemvilághoz kapcsolódnak. Azonban a modern tudományos kutatások eddig nem tudták megerősíteni a szellemek létezését. Azok, akik hisznek a szellemekben, általában a következő érveket hozzák fel: tapasztalatok és beszámolók. Sokan állítják, hogy szellemjárásokat tapasztaltak, vagy különös jelenségeket észleltek, amelyeket nem tudtak megmagyarázni. Kulturális és vallási hiedelmek. Sok vallás és kultúra tanítja, hogy a halál után a lélek tovább létezik, és kapcsolatba léphet az élőkkel. Vannak, akik speciális eszközökkel próbálnak bizonyítékokat találni, például hangfelvételek, hőkamerák vagy elektromágneses meződetektorok segítségével. Azok, akik nem hisznek a szellemekben, Általában a következő érveket hozzák fel. 1. Hiányzó tudományos bizonyítékok. A szellemek létezését nem sikerült tudományosan bizonyítani, és a legtöbb jelenségnek racionális magyarázata van. Pszichológiai tényezők. A szellemlátások gyakran pszichológiai vagy érzelmi állapotokra vezethetők vissza, mint például stressz, Gyász vagy hallucináció. Fizikai magyarázatok, sok szellemekkel kapcsolatos jelenséget fizikai-környezeti tényezők okozhatnak, például zajok, elektromágneses interferenciák vagy fények. Összességében a szellemek létezésének kérdése inkább hit, személyes tapasztalatok és kultúra függvénye, semmint tudományos tény. A halottakhoz való hozzáállás mélyen beágyazódik az emberi kultúrákba, és az egyes közösségek történelmi, vallási, filozófiai és társadalmi háttere alapján formálódott. Az Alábbiakban részletesen bemutatom, hogy a világ különböző részein milyen szokások és elképzelések alakították a halottakkal való kapcsolatot. kereszténység. A kereszténység alapvetően a halál utáni életre fókuszál, hiszen a lélek halhatatlanságát és az örök életet hirdeti. A különböző keresztény irányzatok katolikus, protestáns, ortodox hasonló alapelveket vallanak, de szertartásaik eltérőek lehetnek. Temetés. A katolikus egyházban a temetést misével és szentelésekkel kísérik, miközben az elhunyt üdvösségért imádkoznak. A protestáns közösségek hangsúlyozzák a prédikációt és a vigasztalást. Az ortodox temetkezési szertartásokat gyakran énekek kísérik, amelyek az isteni irgalmasságot kérik. Gyászidőszak. A katolikusoknál hagyományosan négyen napos gyászidőszakot tartanak, amely alatt a család imádkozik az elhunyt lelki üdvéért. Sírok és emlékezés A sírkő állítása a közösség számára fontos, hiszen az elhunyt emléke fizikailag is jelen van a temetőkben, amelyeket gyakran látogatnak. Modern nyugati hozzállás A halál ma sok nyugati országban tabu témává vált. Az urbanizáció, az orvostudomány fejlődése, valamint a halál látványának kiszorulása, a mindennapi életből sok ember számára idegen érzésé tette a halállal való találkozást. Krematóriumok térnyerése. A hamvasztás egyre elterjedtebb, mivel olcsóbb és praktikusabb megoldás a városi környezetben. Memorializáció. Sok esetben az online emlékezés, virtuális emléklapok, közösségi média helyettesíti a hagyományos sírhelyeket. Kelet-ázsiai kultúrák. Éton Ed, Kína ősök tisztelete. A konfucianizmus és a taoizmus tanításai szerint az ősök tisztelete elengedhetetlen a társadalmi harmónia fenntartásához. Az elhunytak továbbra is jelen vannak a család életében, és szellemi értelemben védelmet nyújtanak. Qingming Fesztivál, tisztaság és fénynapja. Az emberek meglátogatják az elhunytak sírjait, megtisztítják azokat, és áldozatokat helyeznek el, például ételt, italt és hamis papírpénzt, amely az elhunyt túlvilági jólétét biztosítja. Temetkezés. A hagyományos kínai temetkezés a Feng Shui elveire épül. A sírhely kiválasztása és az elhelyezés pontos módja fontos, hogy az elhunyt szelleme békében maradjon. jaq Japán. A hamvakat családi sírhelyekben helyezik el, és rendszeresen imádkoznak az elhunytért. Obon Fesztivál. Az obon egy háromnapos ünnep, amely során a japánok úgy vélik, hogy az ősök lelkei meglátogatják az élőket. Lámpásokat helyeznek ki, hogy vezessék a szellemeket. Afrikai kultúrák. Az afrikai hagyományok mélyen gyökereznek a közösségi szellemiségben és az ősök tiszteletében. Az elhunytak szellemei az élők védelmezői lehetnek, ha megfelelő rituálékat végeznek. Gánai fantázia koporsók. Gánában az elhunyt életét és foglalkozását jelképező egyedi koporsók készülnek. Például egy halászt halformájú koporsóban temethetnek el, míg egy pilótát repülőgép alakú koporsóban. Ánönhek délafrikai gyászritusok. A Zulu kultúrában a temetési szertások szorosan kapcsolódnak a szellemek kiengeszteléséhez. A gyászidőszak alatt az elhuny családja rituális szertartásokat tart, hogy biztosítsa a szellem békességét. Indiai szubkontinens. Nédenk er hinduizmus. A hinduizmus szerint az élet és a halál az újjászületés körforgásának részei, amelyből a lélek csak akkor szabadulhat, ha eléri a moksát felszabadulás. Hamvasztás. Az elhunytakat hagyományosan mágián égetik el, és a hamvakat szent folyókba, például a Gangesbe szórják, hogy elősegítsék elősegít a lélek felszabadulását. Rituálék. Az elhunyt fiainak kötelessége a halotti szertartások végrehajtása, beleértve az ételáldozatok bemutatását. Nénigénkek, iszlám Indiában, az iszlám hagyomány szerint a halottakat földbe temetik, egyszerű ceremónia keretében. A temetés után 40 napos következik, amely alatt imádságokat mondanak az elhunyt lelki üdvéért. Mexikó, Dia de los Muerpia, a mexikói halott kultusz színes és ünnepi, amelyben az elhunytakra szeretettel és örömmel emlékeznek. Oltárok. A. Az emberek oltárokat állítanak, amelyeken az elhunytak kedvenc ételei, italaik és fényképeik találhatók. Cukorkoponyák és szimbolikus tárgyak. A cukorkoponyák, gyertyák és virágok az ünnep részét képezik, amelyek az élet és a halál közötti kapcsolatot szimbolizálják. Az ősi andoki kultúrák, például az inkák, a halottakat gyakran mumifikálták, és rituális események során kiállították őket, hogy kapcsolatot teremtsenek velük. Iszlám világ. Az iszlám világban a halál az isteni akarat része, és a temetkezési szokások az egyszerűséget hangsúlyozzák. Imák és emlékezés. A temetés után a család és a közösség összegyűlik, hogy imádkozzanak az elhunyt megbocsátásáért. A sarkvidéki inuitok gyakran egyszerű sírokban helyezik el a halottakat, gyakran természetes környezetükhöz igazítva. A halál feldolgozása során fontos a közösség és a természet harmóniájának fenntartása. Amerikai indiánok Az amerikai indián törzsek halott kultusza mélyen spirituális és szorosan kapcsolódik a természethez az elhunytakra nem csupán emlékeznek, hanem szellemi vezetőként tekintenek rájuk, akik továbbra is befolyásolják az élők életét. Temetkezési módok. Egyes törzsek a halottakat földbe temetik, míg mások emelvényeken vagy barlangokban helyezik el őket, hogy közelebb legyenek az éghez. A sírok környékét gyakran díszítik személyes tárgyakkal, amelyek segítenek az elhunyt szellemének az utazásában. Rituálék például a Siuk Halotti Tánc nevű szertartásuk során a közösség tagjai rituális énekekkel és táncokkal búcsúznak az elhunytól, miközben tiszteletüket fejezik ki a szellemek felé. Az ókori egyiptomiak hittek a túlvilágban, ezért temetkezési szokásaik a test megőrzésére és az utóélethez szükséges ellátás biztosítására irányultak. Mumifikálás. Az elhunyt testét gondosan mumifikálták, hogy megőrizzék a lélek lakhelyét. A fáraók sírjai, például a piramisok, gazdagon díszítettek voltak, tele túlvilági eszközökkel és áldozati ajándékokkal. Halotti könyv. Az elhunyt mellé temették a Halotti könyv nevű szöveget, amely iránymutatást adott a túlvilág útvesztőiben. Az ókori görögök és rómaiak hittek abban, hogy az elhunyt lelke a túlvilágra kerül, ahol az istenek megítélik őt. Érme a szájban, az elhunyt mellé egy érmét helyeztek, amelyet Keron, az alvilág révésze kapott fizetségként, hogy átvezesse a lelket a Styx folyón. Temetkezési játékok. A rómaiak ünnepségeket rendeztek az elhunyt tiszteletére, ahol lakomák és versenyek zajlottak. Modern változások és trendek. Az utóbbi évtizedekben a globalizáció és az individualizáció hatására a temetkezési szokások számos helyen átalakultak. Az emberek egyre inkább személyre szabott szertartásokat szerveznek, amelyek tükrözik az elhunyt egyéniségét és életstílusát. Zöld temetkezés. A környezettudatos szemlélet megjelenésével a zöld temetkezés egyre népszerűbbé vált. Ez magában foglalja a biológiailag lebomló anyagok használatát és a természetes sírkertekben való eltemetést, amelyek minimális környezeti hatással járnak. Az internet és a technológia fejlődése lehetővé tette az online emléklapok és virtuális temetők létrehozását. Ezek a platformok lehetőséget adnak a gyászolóknak, hogy bárhonnan megemlékezhessenek az elhunytakról. A halottakhoz való hozzáállás az emberi történelem egyik legmélyebb kulturális kifejeződése. Míg egyes kultúrákban a halottakat az élő közösség részeként tisztelik és rendszeresen kapcsolatba lépnek szellemeikkel, más kultúrákban inkább a gyász folyamatára és az emlékezésre helyezik a hangsúlyt. Bár a világ egyre globalizáltabbá válik, a halott kultusz továbbra is fontos része marad az egyes társadalmak identitásának és vallási hagyományainak.